tiszteletes barátsággal köszöntöm Lévai Ferencet, halország fejedelmét, az Aranypont ZRT réti majori központjának van. Nos, azt hiszem, hogy karácsony tájéken teljesen természetes az érdeklődés, hogy mi történt a halpiacon ebben az esztendőben, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az áfa csökkentés azért nagyon sokat segített, a másik oldalról pedig elég hektikus volt az idei időjárás. Tehát milyen esztendőt zártak a halgazdaságok? Jó közepest. Pont annyit panaszkodhatnám, mint amivel dicsekedni valónk is van. Ha a panaszkodással kezdeném, mert a vége így sokkal jobb lesz, ha azt mondanám, hogy ez az asszály nagyon megviselt bennünket. Napi 1,5-2 cm víz ment el úgy, hogy ez 2,5 hónapon keresztül tartott. Hát a vízpótlás a Dunántúlon meglehetősen nehézkes volt, hiszen ha jött is egy áradás, mármint pontosabban egy nagyobb csapadék, akkor az úgy jött le, mint a villám, és hozta a kukoricát is magával, meg a termőföldet. Ha meg nem volt víz, akkor az is elpárolgott, amit a jóisten még egyébként tavasszal beletett a tavainkba. Tehát a Dunántúl egy kicsit nehezebb helyzetben volt, a Tiszántúlon jobb volt a helyzet, a költözéses tavak vízellátása a főcsatorna rendszerekből az jó megoldott, bizonyítva azt, hogy bizony a vízgazdálkodás és az öntözés, halászat nem tud megjelenni tervszerűség, kiszámíthatóság és tározók nélkül. Nagyon fontosnak tartom, és az idei évre nagyon jó példát mutatott. Szintén a panaszkodás kategória az, hogy bizony fölmentek a takarmányára, kérthető, hiszen Németországban 10 millió tonnával kevesebb termény termett, csak a búzából, és hát egész Európában kereseti piac volt. Magyarország még jól megúszta, azt gondolom, hiszen a gabonafélék ára fölment, a kukorica termésből, még úgy is, hogy a kukorica termésből bizony egy szinte rekord közeli évet tudtak betakarítani, de ez már késő jött nekünk halászoknak, az árpát, tritikálét, búzát viszont drágán vettük meg, és látszott a halon is. Szintén a panaszkodásokkal lehetne még az is, hogy érthetetlen módon nem tudtuk az idén még a vízdíjcsökkentést végig rosszul, hogy végigverni, hanem inkább végig taposni azokon a rendszereken, amik egyetértése szükséges ahhoz, hogy belássuk, Magyarországon minden liter vízre szükség van, nem fizetetni kéne azért, aki itt tudja tartani a vizet, hanem jutalmazni kéne érte, hiszen a víz haszna amellett, amiről tudunk, hogy benne nőnek a halak nem isszák meg a vizet, nem használják el a vizet, a vizek jobb minőségben kerülnek ki a halastavakból, mint ahogy belekerültek, és azzal a tározásra, hogy itt van egy halastó föltöltve, azzal a párolgással, ami elmegy, az a pára lecsapja azok a káros korom részecskéket, amiből sajnos Magyarországon ma rengeteg van, szállópor minőségben Európa hátultőjén vagyunk, vagy hátsó felén pontosabban, elképesztő mennyiségű kárt okozó szállópor részecske van a levegőben, ezt a leghatékonyabban a vízpára tudja megkötni és visszavinni az eredeti helyére, mármint a termőterületekre. Nem beszélve az altalaj felé történő elszivárgás, ami szintén jelentős mennyiség, tessék egy légifotót megnézni, most már nem olyan bonyolult, a drónon gyönyörűen lehet látni a felvételen, mikor tér ki a vizes zónából, meg az a 80-100 méternyi sáv az, ahol a gyökerekhez még eljut az éltető víz a feltöltött halastóból, kívül meg szárad el minden. És akkor dicsekedjünk egy kicsit. Dicsekedhetünk azzal, hogy sikerült megvédenünk tavaly télen a kormorán pusztításától az állományt úgy, ahogy. Sajnos az idei ősz ez sokkal, de sokkal rosszabb ebből a szempontból. Hihetetlen mennyiségű kormorán zúdult rá az országra, olyan károkat okozva, hogy elképesztő. Szerencsére a Magyarországos Horgászszövetség is észlelte a bajt, és a saját vízterületein az idén először is hatékonyan beavatkozva a Dunán például a halőrök elképesztő mennyiségű kormorán lőtek és hihasztottak, nem engedvén szétvegni a telelő bandákat. Nekem a Duna szívem csücske lévi, hogy elcsiszülötteként a Dunát nem tudom kihagyni, ha arra járok, hogy a hatos úton mehetek, én mindig lemegyek az alsó útra, hogy lássam legalább egy pillanatra valahol a Dunát. És örülök, hogy látom, hogy a halőrök eredményesen dolgoznak. Nálunk a területeken, a halas területeken egy napot nem lehetett kihagyni, 3-4-5 puskának bent kellett lennie, nem kimélve időt, benzint és lőszert, mert ha nem riasztottuk, megöltük, a 100-as, 200-as, 500-as kormorán csapatok pillanatok alatt tönketettek egy-egy halastavat, és pillanatok alatt az ivadékot és a két nyavast olyan szinten károsították, hogy veszélybe a jövő évi termés is sok helyen, ahol nem figyeltek oda rá. De hát nézzük az évet, tényleg most már abba hagyva itt a tirádákat. Jó közepes évvel számolhatunk. Nagyon jó a minősége a halnak. A hosszú meleg megnyújtotta a tenyész időszakot, sokkal tovább ettek a halak. A plankton képződés tavasszal rosszabbul indult, de végül is egy nagyon kiegyensúlyozott őszi plankton mennyiség is termett még pluszba. A planktonról azt kell tudni, hogy az, ami a legelő marhának a fű, az a halnak a plankton, a alsórendű rákocskák tömkelege, amelyet fölvesz, beépít a testébe, és ettől lesz a halhús fantasztikusan egészséges és finom. Sokkal kevesebb takarmány
kampányt tettünk, egyrészt az árak miatt, másrészt pedig azért is, mert volt plankton bőven és bőségesen. Hát azt kell mondjam, hogy egy jó közepes termés, viszonylag nagy testsúlyú halakkal és kiváló minőséget találkozhatunk az idén. Nincs olyan halfajunk, amiből hiány lenne, kivételt képeznek ilyenkor a ragadozók, hiszen harcsából, mondaná apám, az Isten mennyiséges, ha volna elég, abból minden mennyiség elfogy ilyenkor, de az is egy örömhír a számunkra, hogy egy 3-4 évvel ezelőtt futottunk neki a Keszthelyi Egyetemmel egy tápos harcsa programnak az Aranypont ZRT, és ma már ebből országos mozgalom van. Hála Istennek jó néhány tisztonnát már megtermelünk saját magunk idehaza a tápos harcsából. Tudjuk az európai harcsát nevelni, és nem csak az afrikai harcsa van a piacon. Jelzem, az se elég az idén, hanem itt van már mellette a saját magunk által termelt európai harcsa. Jó néhány gazdaság már bevezette ezt a rendszert, és eredményesen neveljük kis területen, intenzíven és Magyarországon gyártott tápokkal. Nagyon fontos kérdés, hogy az egyesület, illetve a szakmai szervezet, a szakmaközi szervezet nagyon sokat tesz a halfogyasztás népszerűsítésért. Ennek tükrében mennyit változott a fogyasztói kultúra, hiszen azt tudjuk, hogy Magyarországon elég kevés hal fogy. Sajnos igen. Ugye itt is egyik szemem sír a másik nevet. 1990-ben, mondjuk abban a béke évben, amikor még a magyar élelmiszer gazdaság hát lényegesen nagyobb volt, mint ma, akkor 3 kiló halat ettünk. Ha onnan nézem, akkor most a 6,5 kilós fogyasztás, amik egy lassú, de folyamatos emelkedés mutat, ezzel dicsekedni is lehetne, hiszen ugyanakkor a húsfogyasztás körülbelül 30-35%-a csökkent Magyarországon. A hústermelés az sokkal nagyobb mértékben, de a fogyasztás is nagy mértékben csökkent, és hát nem csak magyarországi húsok vannak a piacon. A magyar halpiacon 95%-ban magyar halak vannak, az édesvízi kategóriáról beszélek, hiszen a tengeri hal az egy másik kategória, és az édesvízi hal termelés és a feldolgozás is folyamatosan fejlődik. Nagyon-nagyon sokat segítette az Agrármarketing Centrum kaprá kampánya, ez uniós pénzből megy, de jó módon és profi módon szervezve folyamatosan segít abban, hogy a nagy rendezvényeken, a kiállításokon, kitelepüléseken, halas rendezvényeken, ott legyen mindenhol a hal. Vissza kell csempésztünk ott a köztudatba, hogy nem az ünnep ételének kell lenni a halnak, hanem minden nap, amikor halat eszünk, az legyen ünnep, hiszen egy nagyon-nagyon egészséges, nyomon követhető, biztonságos élelmiszerről beszélünk. A világ boldogabbik felében 30-60 kiló között tesznek, az európai átlag is 20 kg körül van, és hát a legtovább élő derűs és szép öregkort megélő népek, a portugálok, a franciák, a mediterrán országok lakói, vagy akár a japánok, azok bizony megeszik a 40-50 kiló halat per fő per év. Én nagyon bízom abban, hogy ez a trend, amit most látok Magyarországon, hogy egyre tudatosabban vásárolunk. Rájöttünk, hogy nem a mennyiség a legfontosabb, hanem minőségre kell törekednünk. Abból a méltatlan helyzetben, hogy a legtöbb tablettát mi esszük szinte Európába, és a legjobb haskörmérettel is mi rendelkezünk, hát ebből egy kicsit lehetne talán lejjebb adni, és ha valami jó erre, akkor az pont a hal, amelyik a könnyen emészhetőségével, a magas egészséges zsíranyag tartalmaival, tehát az omega-3, omega-6-ra gondolok, vagy csak azzal, hogy az összes olyan fém elem és ion megvan benne a résztől, a jótól kezdve a nátriumig, ami az ember számára fölvehető közvetlenül, nem tablettákkal élni, hallal, egészséges és jó nyomon követhető magyar hallal. Az édesvízi hal mellett egyébként az is szól, és ez se utolsó szempont, hogy sajnos a világtengerek olyan módon fertőződtek el, hogy észre se vettük, hogy Európa nagyságú szemét, palack, szigetek uszkálnak, hiszen ezek nem voltak annyira feltűnőek. Ma már látjuk, hogy nagyon nagy bűnt követünk el az óceánjainkkal azzal, hogy ezt a nagyon nehezen bomló és még bomlása közben is mérgező hatalmas polipropilén anyagot ráeresztettük a tengerekre. Az északi sark is tele van már vele, és a lebomló, lassan a fenékre hulló műanyag apróságok belekerülnek a haltestébe. Ma még nem tudjuk, hogy mennyire jönnek át ezek majd az emberbe, és okoznak-e valamilyen hatást, de egy biztos, minden anyag, ami nem a természetből származik közvetlenül, az sajnos valamilyen szinten károsítja az emberi szervezetet is. Ez az, ami kiküszöbölhető az egészséges és nyomon követhető magyar halnál. Meg tudjuk mutatni, nem csak az aranypont, bármelyik kollégámnál is, ott van a tógazdasági naplója, meg tudja mutatni, hogy mikor született az a kis ponty, melyik tóba nevelte, milyen anyagokat használt fel hozzá, semmit sem használunk a szerves trágyán kívül, amivel épp úgy, hogy a szántóföldön dúsítjuk a plankton mennyiséget, és mikor került a hálóba, illetve a piacra. Ez a nyomon követhetőség, hála Istennek, Magyarország egyik élelmiszeripari erőssége, nyugodtan
mondhatom, a Nébih Európa szerte is a legjobb, abba a következetes is, és nagyon-nagyon erős és magasszínű szakmai munkában, amivel a magyar élelmiszer gazdálkodást nyomon követi, jelzem a külföldit is, és ez úgy derül neki, hogy bizony nagyon sokszor hát nem igazán értékes emberi táplálék kerül a porcokra, hanem silányárúval terhelik meg a nagy multik porcait. Én azt hiszem, hogy ezt a munkát kell folytatni mindenkinek. Mi a szakmaközi szervezetben azon vagyunk, hogy a saját érdekeinket képviseljük, és mondjuk elérjük azt, hogy Magyarországon újra díjmentessé váljon a viszkivétel. Még egyszer mondom, ez az ország érdeke, nem csak a halászoké. Elérjük azt, hogy a gazdáink ráfigyelnek arra, és hangsúlyt fektetnek a minőségi haltermelésre, és erre egy jó kezdeményezés volt a minisztériumnak a minőségi magyar hal című felhívása és az ehhez való csatlakozás. Most már hárman kaptuk meg ezt a kitüntető címet, amit nagyon alapos laboratóriumi vizsgálatok előznek meg, a tóiszaptól kezdve az alkalmazott technológián keresztül, akár a halhús összetételéig. Fontos, hogy ezek a dolgok működjenek. Örülünk annak, hogy az intenzív haltermelés Magyarországon jó szintre jutott, most már Európában is van olyan tétel, az afrikai halcsa termelése, ahol nem tényezők, hanem piacvezetők vagyunk. Egy 3-3500 tonnányi afrikai halcsa terem magyar tápon és magyar termálvíz felhasználásával, és hát kiváló a húsminősége, ezt Európa szerte is elismerik, most éppen hiány van a piacon belőle. És hát büszkék vagyunk arra is, hogy az exportunk is hektikusan, ugyanis változóan, de azért például a busafélék nagy részét külföldön adjuk el, a pontyok egy része szintén külföldre kerül, és hát élőhal import minimális. És szorult vissza pontosan azért, mert sokkal jobb minőségű a magyar hal, mint amit esetleg behoznánk külföldről, még akkor is, ha a kereskedők időnként, hát bosszantanak és boksot törnek az orrunk alá, de azt gondoljuk, hogy egy szabad piacgazdaságban ezek természetes dolgok, és mindig a minőségnek kell majd nyernie. Megérkeztünk karácsonyhoz, megszokhattuk, hogy a magyar fogyasztók, ha felsorolom, akkor ponty, harcsa, keszek, süllő, és azt is tudjuk, hogy mintegy harmada a halfogyasztásunknak erre az időszakra tehető. Ez egy olyan trend, ami nem változik. Inkább azt mondanám, hogy a változás az belső változás, a minőségi halak aránya ilyenkor megnő, és a kereslet is irántuk, és a másik változás az, hogy hát egyre feldolgozottabb fokot szeretnének elérni a keresnek pontosabban a vásárlók. És ez teljesen érthető is. Itt az ágazat egy kicsit lemaradt, talán most a következő néhány évben ezt tudjuk pótolni. Addig, amíg élő pulykát nem látott 1000 emberből talán egy, addig a pulyka készítményekből 35 féle van legalább a pultba, sajttal töltve, krumplival, desszertként, előre sütve, hátra sütve, szóval minden létező módon, és ez a korszerű élelmiszer felhasználás alapja, mert én teljesen egyetértek azzal, hogy teljes életet élő háziasszony, aki épp úgy dolgozik, mint a férje, csak még közben van gyereke, óvodája, meg továbbképzése, annak bizony nem az a vonzó, hogy egy 3 kilós pontyot agyon kell verni, megtanulni, kifilézni, és majd készítünk egy jó ételt belőle. Annak az a meggyőző, amikor bele tud nyúlni mondjuk a halaspultba, kér 4 szelet frissen felszelt halat, hozzá fűszereket, és odahaza 10 perc alatt meg tudja sütni. Itt egy kicsit lemagadt az ágazat, a feldolgozás, ha nem fektettünk akkor a hangsúlyt, mint kellett volna. Mostani mahobból, tehát ez az a operatív program, ahol az uniós pénzek felhasználásával magyarországi fejlesztések hajthatók végre. Itt most jelentősen 6 nagy feldolgozóval bővül az élelmiszerfeldolgozásunk, és én hiszem azt, hogy 3-4 év múlva már rendszerekbe termeljük azokat a halakat, amelyek a feldolgozás fokát növelik, illetve amelyek a feldolgozás során eljutnak oda, hogy a közétkeztetésben is hatékonyan ott tudnak lenni. Én mindenkinek javasolnám azt, hogy egyszer egy héten, ha megtehetné, pénteken együnk már halat. Menjünk el az étterembe, csináljuk meg otthon, vedessük be, a minden pénteken halat eszünk. Ez a bőt ünnepe volt, és talán már látták a kedves nézők, mert már elmondtam, de úgy alakult ki a pénteki halfogyasztás szokása, meg a bőtön is lehetséges halfogyasztás rituáléja, hogy rájöttek arra, ugye a szerzetes rendek voltak az egészséges kultúra növelői, csak gondoljunk arra, hogy hányféle gyógynövényt hoztak Magyarországra, hányféle növény úgy került ide, hogy betelepítették például a levendulát Franciaországban, és még mondhatnák
30 példát, a gyümölcsfák korszerű oltása, a rengeteget köszönhetünk a kereszténység által közvetített termelés technológiának, ma így hívnánk, ami sokkal fejlettebb országokba hozta mindezt el. Ilyen volt a hal szegetete is. Szinte mindenhol, ahol apátság települt le, azonnal a környező vizek halászatának 10%-át megillette királyi adományozás alapján a bevétele a kolostoroknak. Pontosabban a hallal kellett mindezt megtenni, és a korai időszakunkban, az 1500-as évekig, a törökig, addig bizony a hal egy népélelem volt, a legtöbbet ebből fogyasztottak húsféleségként, még a legszegényebb magyarok is, hiszen annyi hal volt és annyi hozzáférhető víz, hogy nem igazán számított kereskedelmi tételnek a hal, bárki hozzáférhetett, aki vizek mellett nőtt föl. Na hát, hogy nem menjünk nagyon messzire, azért volt ez a pénteki halfogyasztás, mert rájöttek arra, hogy az apát uram, aki legközelebb állván Istenhez, akár minden nap is nyulat ehetett, ami azért nagy kuriózum volt annak idején, az bizony 50 éves korára már reumával csúzza, ma már tudjuk, hogy a húsbomlás a purin nevű melléktermékétől lesántultan végezte a dolgát, meg az istentiszteletet. Az a kóduló apá, kóduló szerzetes, aki rohangált egy fatányérre, meg két szágított keszeggel, az meg 80 évesen is imádhatta még az Isten, mert kutya baja se volt. Na hát többek között ez volt az oka annak, hogy egyetlen fehérjeként minden vallás meghagyta a bőti napokon a halfogyasztást. Az összes többi fehérjétől eltiltottak bennünket, talán okosan és jogosan is, ma már tudjuk, hogy a húsfogyasztásnak több a hátulütője, mint az előnye. Nem beszélve arról, hogy a mai modern ember, a mai magyar ember, ha visszanézünk 30 évre, szinte nem volt, akinek ne lett volna egy hobbitelke, ne tartott volna állatot, ne lett volna pláne vidéken sertése, marhája, nyula, galambja. Most megnézhetjük, most általában pázsitfű van, meg muskátli van, meg diszfákat telepítünk. Hát ugye abból a világból, ahol naponta egy-két órát azért hobbiként is mozogtunk, eljutottunk oda, hogy a legtöbbet használt szervünk az ujjunk, amivel nyomkodjuk a billentyűket, és a billentyűk is ugye be vannak állítva, hogy ne nagyon kelljen már erőtetni még az se. Ehhez a fizikai erőkifejtéshez, ehhez a minimumhoz, ahol az emberi szervezet energiafelhasználásánál elértük, hogy 65-70%-át az agyunk használja föl a mozgási energiáinknak ma már, és lépésszámlálunk nézzük meg, hogy mentünk-e már 500 métert, szóval, na most ehhez hal kell, ehhez olyan fehérje kell, ami könnyen felszívódik, ami nem terheli le a szervezetünket, és amely biztosítja azokat a biológiai aktív anyagokat, amelyek szükségesek a teljes körű élethez. Zárjuk keretbe a történetünket. Ugye arról esett szó a beszélgetésünk elején, hogy a takarmányárak növekedése, illetve a szélsőséges időjárás megviselte a halgazdaságokat is. Ennek tükrében kell, hogy szó essék az árképzésről. Ugye azt tudjuk, hogy 27%-ról 5%-ra csökkent az áfa, ugyanakkor nyilvánvalóan ez hatással volt a karácsonyi halvásár áraira is. Hát nagy tisztelettel utólag is köszönjük a kormányzatnak, hogy elfogadták a javaslatunkat, évekig próbálkoztunk a haláfa csökkentésével, sikerült. Ez óriási dolog volt, és nem csak azért volt az, mert így megmaradtunk a tavalyi árak szintjén, 3-4%-kal kerül ma több a hal, mint tavaly ilyenkor került, ami meglátva az, hogy az élelmiszergazdaság minden ágazatába legalább 6-10%-os árnövekedés állt be, jónak mondható. Ez azt jelentette, hogy ha az áfa megmaradt volna mostani szintjén, akkor 30%-os lett volna körülbelül az a árnövekedés, amit el kellett volna a piacnak viselnie, vagy nem kellett volna elviselni, és akkor nem fogy el a hal. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon pénztárca kimélő volt, és én halászként hadd mondom még azt, és termelőként legalább annyira fontosnak tartom azt, és állítom, hogy be is fog folyni akkor összeg adóformájába a hivatalba, a költségvetésbe, mint amennyi a magas áfával befolyt volna, a kifehéredését az ágazatnak. 5%-ért már senki nem variál őstermelő igazolványa, már 6 hónapos babákból nem lesznek őstermelők, éppen csak a terhes anya nem lett még őstermelő az előző rendszerben, mindenki más már igen, az adóelkerülés miatt 5%-ért már senki nem trükközik, sokkal tisztább, átláthatóbb és korrektebb a piac, mint amikor egy olyan áfa szint megmaradt, ami kb. 5-szöröse annak, mint ami elérhető jövedelem a halászatban, hiszen egy 5 éves periódus alatt 4,5-4,8%-os átlagos eredménnyel számolhatott a halászat. Gondolj el, hogy a 27% áfa mit jelentett akkor, mennyire vonzó volt annak a esetleges kikerülése. Én hiszem azt, hogy nyilván a nemzetgazdaság teherbíró képességének megfelelően, de az áfákat hiszek egy olyan szintre vinni majd, valamikor ez nem az én szakmám nyilvánvalóan,
ami lehetővé teszi, hogy ne trükközön senki, és mondjuk sokkal súlyosabban lehet azokat büntetni, akik még emellett is próbálkoznak fekete gazdálkodással, hiszen ismerve a karácsonyi mondást, add meg a királynak, ami a király, Istennek, ami az isteni. Hát mi ezt az elvet valljuk, és ezért örülünk annak, hogy az áfacsökkentés helyre tette az ágazatot ilyen szempontból is. Tehát advent idején szól a felhívás, kap rá, illetve ne feledjük, halra magyar? Halra magyar, és ha már itt tartunk, akkor halra bor, mert ne felejtsük, hogy értünk kereszt halált haló, Jézus Krisztus utolsó mondat adott, igyátok, mert ez az én vérem. Feleim, cselekedjetek. Kedves egészségükkel a karácsonyi vacsora, és kívánok tiszta szívből mindenkinek egy nagyon jó és kellemes, könnyű karácsonyi halételt, és egy jó hangulatot, ahol a sokszor elcsépelt szót, szeretet, az nem egy ismétlés, hanem valódi érzés az emberekben. Megszokhattuk Magyarországon, hogy aki tervet mond, az többnyire csak eshetőségre gondol, nem így Réti Majorban, ahol sikerült megvalósítani azt az álmot, hogy a magyarországi halfajtákat bemutassák méghozzá míves kézműves munkában. Hát a kecsegétől a botos kölöntéig látjuk itt mindent, tehát egy álom valóra vált. Igen, és hát azért vagyok erre büszke, mert ma már nehéz egy halászati múzeumot bővíteni. A halászat eszközei azok, ugye hát nem annyira időtállóak, főleg fából készültek, régi mesterek már kihaltak, és sajnos már az ágazat is ugye megszűnt néhány évvel ezelőtt a természetes vizei Magyarországnak. Ezért minden, ami valami kis újat tud hozni az életünkbe, vagy szint ad még ehhez a halászati múzeumhoz, az nekünk egy óriási boldogság. És Tóczi testvérekkel összetalálkoztunk, itt van egy gyönyörű fazekas műhelyük, és ők hajlandóak voltak arra, hogy végig gondolják és megnézik, mit lehet ebből kihozni. Hát a legszebb álmaimat is fölülmúlták, csodálatos munka, ahol látszik a kéz, az igazi kézművesség, nem gipsz mintába öntve, nem fotokopizva, nem papíron, hanem itt, ahogy a kezükkel kiformáltak, ahogy megfestették, itt van az én karácsonyi ajándékom Magyarország Halai a Múzeum belépőjén. Ennél szebb antré nem tud létezni egy múzeumban, amikor bejössz, és azt látod, amiről szól a múzeum, a halakról, amiket majd az eszközökkel megfognak a későbbiek során. Szóval nekem nagyon nagy öröm, és úgy örültem, amikor össze tudtuk rakni, voltak olyan kedvesek, még be is rendezték, mert hát futottuk már karácsonyi halvásár körül, és hát nagyon utolsó pillanatra hagytuk az egészet. Nagyon, nagyon jó találkozás volt velük. Jövőre szeretnénk egy halászkápolnát csinálni, de még ez hiányzik, egy igazi szép kis halászkápolna. Nagyon sok közösségi rendezvényünk van, nagyon sok esküvőt tartunk ma már Réti Majorba. Az emberek szeretnek kijönni a természetbe az ilyen jeles alkalmakkor, mint amikor eldöntjük az életük sorát valakivel. És hát ugye már többször is volt itt nálunk kint olyan, hogy kihoztuk a papot, kihoztuk a gyóntatót, a közjegyzőt, és most ehhez csinálunk egy gyönyörű míves halászkápolnát, amiben majd az ő szobraik, az ő Szent Péter szobruk fog szerepelni, és az lenne majd az oltárképünk. Egy félbevágott halászbárkából csináljuk meg ezt a balatoni utolsó halászbárkát, megkaptuk, azt félbevágjuk, és abból építjük egy halászkápolnát, és ha már az is itt lesz, akkor már csak a halászanyát kell rendbe rakni. Hála Istennek tervünk van, de nem az a legfontosabb, mert terve sok mindenkinek van. Azokat az embereket is megtaláljuk, ahogy most is, akik ezt végrehajtani is tudják, hiszen én csak kitalálok valamit, és sajnos semmit nem tudok elkészíteni, de hát mindenkinek megvan a maga sora. Én még egyszer köszönöm az Orosz testvérpárnak azt, hogy ezt a csodálatosan szép ajándékot karácsonyra megcsinálták az én karácsonyfámra. Az Orosz fivérek a vendéglátóim, tehát egy ősi mesterség, a fazekas mesterség mai míves képviselői, viszont nem megszokott, valljuk meg, hogy ugye itt a Réti Majori Halászati Múzeumban egy csodát láthatunk, hiszen a magyarországi halfajtákat mutatják be. Honnét jött a gondolat, hogyan lehet ezt megvalósítani ilyen gyönyörűséges eszközökkel? Hát a gondolat az nem volt olyan egyszerű egyébként, ugye mint mi is gyerekkorunkban, mi is a folyóparton töltöttük az időnket, horgászattal, halászattal próbálkoztunk, és na, hát ugye nagyon érdekes halakat fogdoztunk annak idején a folyóból, itt a Sárvíz, meg a Malomcsatorna, meg egy-két közelebbi a tóból, és a gondolat onnan jött, ugye magába, ugye ide költöztünk nemrégen Sáregresre, és ugye itt van Réti Major, és ezen keresztül ugye közelebb kerültünk ezekhez a dolgokhoz, és kipattant az ötlet, hogy csináljunk halakat, annak idején amúgy is szeretjük, hát amúgy is szeretjük a halat, legyen egy érdekesebb munkánk, dobjuk fel a munkánkat ezzel.
Hogyan lehetett belásni a halország történetébe, hiszen ezeket a halakat ismerni kell. Mind más, mind gyönyörűséges, ugyan a csodálatos színkavalkád. Na, ez a szakmai kihívás, hogy mind különleges és egyedi darabok, mint ahogy mi emberek is külön-külön egyediek vagyunk, ugyanúgy az élő világban a halak, meg természetesen a vadak is, meg minden más. Ezt el kellett tervezni magunkba, el kellett dönteni, hogy egyáltalán belemerjünk-e vágni, mert nem mindegy az ember mibe fog bele, meg szakmailag azért kihívás, egyrészt ez nem korongozás, ez mintázás, kis plasztika, szobrászathoz közelebb álló dolog, meg a színeket eltalálni, hogy nagyjából az élethű színeket vissza tudjuk tükrözni, aki odalát ismerje fel, hogy a lápipóc az lápipóc, a leánykoncér az leánykoncér, a harcsa harcsa, és stb. Tehát ez a célunk, hogy megismertessük az emberekkel Réti Majorban elsősorban megtalálható gyönyörű halfajokat, mert ők itt mind őshonosak, fel lehet őket lelni. Én ezért is szeretném buzdítani az embereket, jöjjenek minél többen Réti Majorba. Mi 2 kilométerre vagyunk megtalálható a műhelyünk, Sáregresen. Szeretettel fogadunk csoportokat, korongozást, agyagozást, kézművességet ki lehet próbálni. Kemencénket meg lehet nézni, ami ősi típusú, római típusú bogja kemence, fatüzelésű.